Miről van szó? Titkosított digitális pénz. 2009-ben indult az első ilyen, volt a Bitcoin. Satoshi Nakamoto álnéven indította el valaki, vagy valakik. Valószínűleg, hogy ez egy csoport volt, és nem csak egy személy. A lényege az, hogy ez egy sokkal biztonságosabb rendszer, mint amit most használunk, tehát a jelenlegi bankrendszernél. Elsősorban a blokklánc technológia miatt, ami az egésznek a hátterében áll. Kicsit menjünk bele, nagyon részletesen nem fogok belemenni, hogy mi az a blokklánc technológia. Lehet, hogy kéne állítanunk ezen a mindegy. Tehát a tranzakciókat adatblokkokba, azokat pedig blokkláncba szervezik. Tehát, ahogy látjuk, Bitcoin esetében 10 percenként keletkezik automatikusan újabb blokk. Ha minden igaz, akkor ez az idő végezetéig így fog történni, addig, amíg világos, amíg internet megy. Coin minden tranzakcióját tartalmazó, eddig a bank által vezetett főkönyv minden tulajdonosnál megvan, a világban szétszórva található számítógépeken. Tehát egy elosztott hálózatról beszélünk, egy decentralizált hálózatról. Ezért sem tudták és nem is fogják tudni kinyírni a bankok, kormányok, akiknek nem érdeke az, hogy itt most olyan pénzről, fizetőeszközökről beszélünk és azt használjuk, amit nem ők hoztak létre, nem ők találták ki, és nem ők gyártják fedezet nélkül korlátlan mennyiségben, ahogy jelen pillanatban a fiat pénzekről ezt tudjuk. Ez a PricewaterhouseCoopersnek egy érdekes cikke. A blockchain technológia nem csak a pénzügyi iparágat, hanem az energiaipart is forradalmasíthatja. Itt sok-sok okos dolgot írnak ebbe a cikkbe, valakinek kell később a linkeket el tudja kérni. A lényeg, hogy képzeljük el, hogy bármilyen értéket átruházhatunk, vagy komplex szerződést érvényesíthetünk harmadik fél közreműködése nélkül, szinte azonnal is megbízhatóan. A blockchain technológia mindezt lehetővé teszi egyéni felhasználók részére, ráadásul teljesen automatizáltan. Ugye arról van szó, hogy ez nem csak a pénzküldés, hanem ugye itt már az energiaipar, a kereskedelem mindenhol elkezdték alkalmazni a blokkláncot, hogy két fél között bármikor tudunk úgy értéket cserélni, hogy ehhez nincs szükségünk egy harmadik megbízható félre. Ugye ez a megbízható, ez a bank vagy a kártyaszolgáltató, aki segít nekünk abban, hogy ha nekem a számlámon van 1 millió forint, és akarok valakinek küldeni 100 000-et, akkor ezt akkor tehetem meg, ha ők jóvá hagyják, hogy igen, nekem tényleg van 1 millió, amiből 100 000-et átküldhetek. A blokklánc technológia és a Bitcoin megjelenésével ezt két fél egymás közt bármikor meg tudja tenni, majdnem azonnal, ugye azért ez nem pontosan azonnal történik, mint jelenleg, de dolgoznak rajta. És ami a legfontosabb, hogy tényleg nem kell egy harmadik személy, aki ezt jóvá hagyja. Tehát amikor a bankba tartjuk a pénzünket, lehet, hogy sok pénzünk van, csak ha jön egy államcsőd, vagy akármi történik, akkor azt mondják, hogy vagy az egész ugrot, vagy mondjuk napi 100 eurót vehetsz ki, mint ahogy ez volt nemrég Cipruson is hetekig. Úgyhogy itt a legnagyobb, tehát a legfontosabb az, hogy a biztonságot az adja, hogy a pénzem az nálam van, és nem a banknál, vagy a kormánynál, és nem ők mondják meg, hogy én azzal rendelkezem, vagy nem rendelkezem. Még egy szösszenetet ehhez itt hozzáfűznék. A blokklánc alapvetően egy felhasználók közötti peer-to-peer megosztott, visszamenőleg megmásíthatatlan digitális főkönyv, amely minden felhasználó előtt egységes, aktuális tranzakciós listát tartalmaz. A blockchain technológia lehetővé teszi, hogy egyéni felhasználók az interneten keresztül bármilyen értéket átruházzanak egymással. Tehát ez a bármilyen érték, ez lehet akár egy ingatlan, egy értékpapír és ugye pénz is. Most csak egy példát a használatára. A Budapesti Értéktőzsde, a BÉT motorja, Keller motor, az már évek óta blokkláncon fut. Attól, hogy az emberek nem tudják, attól még igenis ez már használatban van a hétköznapokban is. És idővel a földhivatali nyilvántartástól kezdve a személyi igazolványoknak a nyilvántartása minden blokkláncra fog kerülni. Az oka nagyon egyszerű. A blokklánc most már 10 év alatt bizonyította azt, hogy bármi mögébe lehet tenni, és ami mögébe tesszük, az gyorsabb, biztonságosabb és költséghatékonyabban működik. Ezért konkrétan az egész bankrendszert is már kezdik blokkláncra átállítani, elég komoly tesztek folynak ezzel kapcsolatosan. Volt novemberben a Bálnában, Budapesten egy kétnapos konferencia,
ami kimondottam blockchain konferencia volt. Az úriember, akit ott látunk, ő Nick Szabó. Nick Szabóról azt érdemes tudni, hogy sokan azt sejtik, hogy ő Satoshi Nakamoto, vagy legalábbis abban a csoportban benne van, akik Satoshi Nakamotót megtestesítik. Tehát ő a Bitcoin létrehozók közt jó eséllyel ott van, de ha nem is azok közt, az első felhasználók és kommentelők közt bizonyítottan ott van. Őneki több előadása is volt, amik nagyon érdekesek voltak, hogy a következő két évben például a bankok és a központi bankok miért nyitnak a kriptók felé, főleg olyan területeken, ahol nincs túl nagy biztonság éppen, mondjuk Venezuela, ha a híreket követjük, meg Dél-Afrika, akik ebbe az irányba elindultak. A másik az pedig a biztonság, amiről nagyon sokat beszélt, hogy itt azért van még mit fejleszteni. És ugye mondtuk az elején, hogy a Bitcoin az egy decentralizált közösség által folyamatosan fejlesztett kriptovaluta, és sok ezer, sok tízezer ember, programozó dolgozik azon, hogy ez egyre jobb és biztonságosabb legyen. Ami az egyik legfontosabb és megoldandó feladat jelen pillanatban az az, hogy a tranzakciók száma növelhető legyen. És a 10 évvel ezelőtt, amikor csak pár ember tudott róla, akkor elég volt. Most, ha sok millió ember, vagy akár több száz millió ember akarja ezt egyszerre használni, akkor azért javítani kell azon, és már vannak folyamatban megoldások, hogy ugyanannyi tranzakciót képes legyen csinálni, vagy akár többet, mint mondjuk egy Visa vagy egy Mastercard, ami ugye másodpercenként akár több ezer, több tízezer tranzakcióra is képes világszerte. Volt egy másik úriember, aki előadott, Uruguayból jött, és Pablo Coirolónak hívják. Neki egy nagyon-nagyon összetett előadása volt. Amit kiemelnék belőle, az, amit a kriptovalutákkal és főleg a Bitcoinnal szemben általában fölhoznak a bankok és az ellenzők, hogy miért rossz. Az egyik ilyen az az, hogy biztos a terroristák használják és csak rossz dolgokra. A másik, hogy fölzabálja a világ összes energiaszükségletét a Bitcoin bányászathoz futtatott bányászgépeknek a kapacitása. És hasonló, az interneten a cikkeket nézzük, elég sok ilyet olvashatunk. Nemrég volt egy olyan cikk, ahol konkrétan a szerző, hogy minél jobban nézzen ki a cikk, összehasonlította, hogy egy uncia arany bányászata mennyibe kerül, meg egy bitcoin kibányászása, és kijött az, hogy kétszer annyiba kerül bányászni a bitcoin, mint az aranya. De mondjuk összehasonlította volna egy kiló aranyjal is, vagy egy tonnával is, vagy ki tudja mivel, tehát itt nézünk majd mindjárt erre is egy példát, hogy az aranybányászat mennyibe kerül éves szinten, és ehhez képest a bitcoin bányászat mennyibe kerül, hát a kettő közt elég komoly különbség van, méghozzá a bitcoin jóval olcsóbb, ha globális szinten nézzük, és nem csak egy unciára levetítve. Aztán a teljes bankrendszernek a jelenlegi fenntartása, hát az pedig majdnem hát a nagyon sokszorosa, nem akarok most butaságot mondani, de a több százszorosa, mint a bitcoin bányászatra elhasznált energia jelen pillanatban. Tehát csak az, hogy a bankokat fönntartsuk és fusson a rendszer, az jelenleg is több százszor több energiát emészt föl. Ha megnézzük, az összehasonlítás ugye az a bitcoinról, a fiat valutáról és az aranyról szól, tehát három dolog van összehasonlítva. És a fekete piacon, hogy mit használnak, az tény, hogy a bitcoint az első éveiben használták a fekete kereskedelemben az interneten, de ha összehasonlítjuk a számokat, még mindig az jön ki, hogy a terroristák pénze elsősorban a készpénz és amerikai dollár, tehát ha valamit be kéne tiltani, akkor az amerikai dollár is készpénz formájában. A bankszektornak a csak nyilvánra hozott és leleplezett pénzmosási esetei, az is a több ezerszerese, mint ami pedig 10 év alatt bitcoinban történt. Arról nem is beszélve, hogy az utalással kapcsolatos csalások az ugye a blokkláncnak köszönhetően nulla a bitcoinnál, és elég brutális számok szerepelnek a bankrendszer mellett. Tehát itt, ha összehasonlítjuk a két rendszert, akkor nem nagyon van olyan mutató, amiben a bitcoin vagy a kriptovaluták rosszabbak lennének, mint a bankrendszer. Ha
ezt valaki meg tudja cáfolni, akkor várjuk. De igazából ez azért érdekes ez a táblázat, és azért rakta ő is föl, mert ez pont arra a 3-4 dologra ad választ, amit mindig fölhoznak a kriptovalutákkal szemben, hogy miért rossz. A fiat valutát tudjuk, hogy micsoda? Nem? Az a jelenlegi valuták. Dollár, euró, forint és társai. Ha a Wikipédián nézzünk egy pontos definíciót, a 11. században Kínában jelent meg először, de igazából a 20. században terjedt el, miután 1971-ben Richard Nixon amerikai elnök kivette az amerikai dollár mögül az aranyfedezetet. Tehát 1971-ig az amerikai dollár mögött volt aranyfedezet, de akkor épp egy háború miatt úgy döntöttek, hogy mostantól nem lesz, és annyit nyomunk, amennyit akarunk. Sok emberben mindig tévesen él az a hit, hogy aranyfedezet van a nemzeti valuták mögött, pedig már 71 óta nincsen, nem csak az amerikai dollár mögött, de semmelyik mögött nincsen. És ha ezt folytatjuk, a Wikipédia meghatározása szerint egy fedezet nélküli valuta belső érték és használati érték nélkül, melynek azért van értéke, mert a kibocsátása mögötti kormány azt mondja, és fenntartja az értékét, vagy mert a fiat valutát használó felek egyetértenek az értékében. Úgyhogy megint gyönyörű számok vannak a pénzmosással kapcsolatosan. Most ezt nem fogom végigolvasni. Tehát a lényeg az, hogy a jelenlegi rendszer és az a pénz, amit használunk a mindennapokban, az egy ténylegesen fedezet nélkül, mesterségesen fenntartott értékű valami, amiben, mivel sokan hisznek, mert föntről ezt sugározzák, hogy ebbe kell hinni, ezért működik. A kriptovaluták is hasonlóak, ha minél többen hisznek benne és használják, akkor egyre nagyobb értéke lesz. Már csak azért is, mert a legtöbb kriptovaluta az véges darabszámú. Bitcoinból 21 millió darab lesz, akkor is, ha csak mi 20-an hiszünk benne, meg akkor is, ha éppen 5 milliárdan fogják használni. Ez ugye, mivel minél többen szeretnék használni, ez értelemszerűen viszi fel az értékét, mint ahogy 10 éve nem volt értéke, 8 éve ért mondjuk pár centet, most pedig éppen 5000 dollárnál tart. Ennek ellenére a tavalyi évben a hírekben mindig azt olvastuk, hogy összeomlott, kipukkant a lufi, szar az egész. Igen, mert volt már 20 000 is, és onnan visszament 3 000-re. De ezt előtte az elmúlt 10 évben 6-szor eljátszotta, hogy fölment mondjuk 1 dollárról 10-re, visszament 2-re, fölment 100-ra, visszament 20 dollárra, fölment 1000-re, visszament 200 dollárra, és ott volt másfél évig. Aztán fölment 5000-re, visszament 3-ra. Ilyenkor mindig megírják, hogy az egész kamu, pilótajáték, kidurrant és a többi. Most éppen 5000 dollár, jó esélye lesz ez 100 000, és amikor onnan visszaesik 50-re, akkor megint ki fog pukkanni, és kamu az egész. Viszont ez, hogy véges darabszámú, szemben azzal, hogy egy forintot, vagy egy eurót, vagy bármelyik fiat pénzt korlátlanul tudnak nyomtatni, ahogy éppen a politikusoknak kedvük van. Ugye ez úgy működik gyakorlatban, hogy fönt eldöntik, hogy kell 100 milliárd forint, régen leszoltak.